Bibai Borjú született a Miskolci állatkertben. Julcsi és Betyár kicsinye augusztusban látta meg a napvilágot. A kis nőstény fél éves koráig a Miskolci állatkertben marad, utána viszont valószínűleg Csehországba költözik majd. Ahogy a kamera közelít, ők úgy távolodnak. Egyedül az apuka Betyár maradt a közelben. Ő is csak azért, mert nem tudott ellenállni a finom falatoknak. Annyira torkos, hogy addig meddig nyújtózkodott, míg végül nem csak a következő répát sikerült elérnie, hanem a villanypásztort is. Az ijegység csak néhány másodpercig tartott, utána nyugodtan folytatta a nassolást. Julcsi, az anyuka, nem ennyire bátor, és nem is annyira barátságos. Ha veszélyt érzett, azonnal figyelmeztette az operatőrt, hogy ne menjen közelebb Borjához. Amikor megfelelő távolságba került a kamera, Julcsi is megenyhült, és egyre közelebb merészkedett. Kicsinye persze mindenhova követi, annak ellenére is, hogy ő még csak anyatejet eszik. Most két hónapos a Borjú, hiszen augusztus közepén jött a világra. Ő egyébként ennek a párnak már a tizedik utóda, úgyhogy évről évre rendszeresen születik náluk egy-egy borjú. Julcsi és Betyár 10 éve alkotnak egy párt, mindketten nagyon gondosan nevelgetik tizedik utódukat. A kis nőstény fél éves koráig marad a Miskolci állatkertben. Hiszen addig anyatejjel fog táplálkozni, úgyhogy ezt követően lesz rá lehetőség, hogy elkerüljön a szülői háztól. És úgy tűnik már most így két hónap után, hogy egy cseh állatkertbe fog elutazni. A házi bivajt, vagy más néven vízi bivajt Ázsiában háziasították, feltehetően már 6000 évvel ezelőtt. Onnan terjedt el Európában is. Egy évszázaddal ezelőtt még mintegy 150 ezer bivajt tartottak Magyarországon. Ma mindössze 1500 állatra tehető az állomány. Nagy részük nemzeti parkokban, természetes legelőkön tartva él.